falling, can you feel it now? Nos, üdvözlök mindenkit a Légióban! Egy újabb extra videóval jelentkezem, ezúttal azt a kérdéskört járjuk végig, hogy milyen technika kell egy utazó hátizsákjába. Nagyon-nagyon sokan kérdeztétek, hogy milyen kamerával dolgozom, mi van a hátizsákomban, ami mindenképpen kell egy forgatáshoz, stb. És most akkor elárulom. Nos, hát az én táskámban van természetesen pirosító, síkosító, egy mobiltelefontöltő, mert hát nyilván mindig lemerül, és egy rakás kutyapelenka. El tudnátok képzelni, hogy ilyen csatornám lenne? Én nekem egy utazáskor a hátizsákomban csak és kizárólag technika van. Emellé általában egy apró méretű könyv fér be, úgyhogy nagyon-nagyon pontosan meg kellett határoznom, hogy milyen cuccokat viszek magammal. Kamera! Az első és legfontosabb eszköz minden utazó hátizsákjában a kamera, amivel fotózik vagy videózál. És hogy milyen kamerát érdemes elvinni egy útra, nos, a skála két pontja a milyen jó képet vesz, és a mennyire lenne szar, hogyha elveszteném. Én magam egy Canon 6D-vel dolgozom, amire egy 24-105-ös lencsét szoktam rakni. És mondhatnátok, de várják Gergő, hát ne hülyéskedj, utazócsatornád van, miért nem veszel egy jobb kamerát? Na elmondom, a 6D nagyon-nagyon szép képeket rögzít, ahogy láthatátok a videókban, igazából nincsen semmi hiányossága, viszont ha elveszik, eltörik, ellopják a Dél-Szibér jégjetik, akkor nem igazán nagy gáz. Nyilvánvalóan egy komoly költségkiesés, de nem egy másfél milliós kamerát vesztettem el. És szerintem a kameraválasztásnál ez a legfontosabb dolog. Mindenképpen nagyon fontos a megfelelő képminőség, de emellett azt is szem előtt kell tartani, hogy bármi baja eshet, úgyhogy nagyon-nagyon sok pénzt nem érdemes belefetszölni. Hogy a lencsét hogy választottam ki, na ez már egy következő pont része, de a lényeg az, hogy minél több félefajta szituációt fel tudjak venni, minél gyorsabban. A világ úgy működik, hogy nem ismétli meg számodra az akciós, izgalmas jeleneteket, vagy elkapod, vagy nem, ezért egy olyan lencsét kell választani, amit majdnem minden esetre tudsz használni. Mikrofon. Rode VideoMic Pro. Rode VideoMic Pro. Azt kell megvenni. De hát Gergő, hát annyi félefajta mikrofon van. Nem. Nyilvánvalóan körbe kell nézni, vannak már újabb modellek. Esetleg egy B-opció VideoMic Pro-t fogod megvenni. Azért vagyok ennyire lelkes, mert évek óta ezt a modellt használom, és gyerekek, teljesen kifogástalan, a megfelelő beállításokkal remek hangot fogsz vele venni. És emellett elég olcsó. Laptop! Na, ezen a téren még kísérletezek. Ahogy az előző videóban is láthattátok, igen, itt is egy szponzorral dolgozok együtt. Most a Microsoft volt olyan jó fej, és adott egy választási lehetőséget egy rettenetes méretű listából, hogy nézzek ki magamnak egy laptopot és teszteljem. Én most ezt a Lenovo IdeaPad Mixet próbálom ki, és egyelőre beváltja a hozzáfűzött reményeket. Mert egy laptopnál a következő dolgok nagyon fontosak. Egyrészt szétszerelhető legyen, tehát lehessen használni kvázi tabletként, ez pedig azért fontos, mert az anyám fog külön tabletet venni csak a repülőutak miatt. És ő is csak azért, mert egy buta amatőr, aki nem ért semmihez. Én nem gondoltam, hogy ez ennyire fontos lesz, de ha az ember nagyon-nagyon sokat várakozik, nagyon sokat repül, akkor tök jó jön, hogyha egyszerűen csak ki tudod venni a laptopodat egy ilyen tabletként, és tudsz rajta nézni, írni és levelezni. Emellett pedig a gép teljesítő képessége is fontos, és a Lenovo eddig tök jól működik, ami itt a lényeges számomra az, hogy minimális szinten lehessen rajta dolgozni. Nyilván nem egész AFK epizódokat akarok rajta megvágni, de ha kell editálni egy képet a Facebookra, vagy az Instagramra, vagy meg kell csinálni egy videó véget csak, akkor bírja el a gép. Eddig ebben tök jól működik. A harmadik dolog pedig természetesen a súly. Nyilván a teljesítőképesség visszavevésével lehet csak csökkenteni a súlyt, és itt vannak igazából kérdéseim, nem tudom, hogy hova kéne belőni ezt az egyensúlyt, úgyhogy még jó pár laptopot ki fogok próbálni, de csak hogy lássátok, hogy honnan jövök, megmutatom az előző laptopom. Eddig ezt hurcoláztam magammal, ezt a kétkezes fegyvert, Jézus Mária, borzasztó, borzasztó nehéz, úgyhogy váltásra van szükség. Szóval, ja, laptopnál legyen könnyű, de ne legyen túl buta, semmiképp figyelj oda rá. És végül a Rapid kamera. Ez egy olyan pici kamera, ami automatára van állítva, ezért bármikor elő tudod kapni, és le tudsz vele filmezni bármit, ami történik. Ez felmérhetetlen értékű tud lenni, és én erre a szerepre általában egy ilyen akciókamerát szoktam használni. Én eddig a GoPro-t használtam, de most a Sony Action Cam-mel kísérletezek, arról is lesz majd egy termékteszt videó, az lesz a következő. Forgattam elég laza anyagokat Tenerifén vele. Mindenesetre, hogy melyiket választ, az majd a jövő zenéje, de addig is igen, ez azért lényeges, mert csak bekapcsolod és már megy. Rengeteg olyan helyzet van, amikor nincs időd beállni és bekapcsolni a mikrofont, és azt mondani, hogy tessék! Nem, bár, szüljél újra! Ilyen nincs, kell egy kamera, amit csak az övedről elő tudsz rántani, mint egy ilyen Western filmben. Ezt végül is ki lehet hagyni, de azért nem érdemes, mert az ilyen akciókamerák remekül szuperállnak snowboardozás közben, búvárkodás közben, bármilyen extrém kaland jön veled szembe, a normális kamerádat nem fogod tudni használni. Úgyhogy ennyi, ami nekem ebbe a
elég menő túrazsákba belefér. És akkor most beszéljük át, hogy minek nem kell beleférnie. Ne vigyél statívot! Higgy nekem, megpróbáltam, ne vigyél statívot. Egyrészt borzasztó nehéz, és nem lehet vele repülni rendesen, másrészt felállítogatni mindenhova és kibalanszírozni egy fél óra. A harmadik és a legfontosabb dolog viszont, hogy az emberek máshogy reagálnak egy kamerára, hogyha az egy statívon van. Az én Canonomat rengetegszer fotógépnek nézték, és ezért azt gondolták, hogy csak fotózkodok, és csinálták tovább a dolgaikat. De annak idején, amikor statívot vittem magammal, akkor soha senki nem folytatta a tevékenységét, mert látták, hogy ez film. Minden szempontból rossz dolog, úgyhogy talán egy kicsit magad mellé tudsz szuszakolni, de abszolút nem ajánlom. Sok objektív. Abszolút nem érdemes, én egy ideig cipeltem magammal egy fix 50-es, de rájöttem, hogy soha nincs kedvem átrakni a lencséket, amikor éppen zajlik az akció. Minimalizáld a terhedet nem csak térfogat, hanem súly szempontjából is, mert hogyha hegyet mászol, akkor azért húzni fog az a pár extra lencse. Végül pedig, ami abszolút nem kell, az az extra király cucc, amit éppen megvettél otthon és annyira kipróbálnád. Ne nyivákoljál! Én ezt a slidert vettem meg annak idején relatíve olcsón, és mindenképpen ki akartam próbálni, és rájöttem, hogy tök jó lesz, mert így vára lehet állítani, és akkor olyan, mint egy rig, és akkor így meg lehet fogni. Mondom, meg lehet fogni. És akkor ez így tök jó lesz, így fogok tudni majd filmezni vele, és tudok miniket szlájdolni. Az egész teljesen értelmes volt, meg 40 kiló. Az utazás az nem egy biztonságos stúdiótérben zajlik, úgyhogy semmiképp se vigyél el ilyen intrikált vagy drága kameraeszközöket, nincs semmi értelme. Ugyanis végérvényesen ez lenne a tanulság, az utazós filmed és képeid és anyagaid minősége nem attól függ, hogy milyen fantasztikusan drága eszközökkel csinálod. Bármilyen utazóanyag akkor lesz jó, ha bevállalod a helyzeteket, átéled és közvetíted az élményeidet, és ezt az egészet azzal tudattal készíted, hogy valaki másnak akarsz ezzel közölni valamit. Ha ez a három dolog megvan, utána jöhetnek a mikrofonok, a kamerák és az egyéb optimalizált eszközök. De a lényeg az, hogy egy olyan arzenát állíts össze magadnak, ami nem fog vissza az élmények átélésétől. Nos, hát nekem ezek voltak a tippjeim a technikákat illetően. Remélem tudtam valami tippet adni, amivel a következő utatok már ennyivel jobb lesz. De így vagy úgy, én megyek tovább, teszek további termékeket, mindegyikről fogok majd videót is csinálni nektek, és a heti egy India az megy tovább. Én Szirmai Gergely voltam, jó utat!